A rangadók után a DAC újabb hazai bajnoki mérkőzést játszik. A meccsre ezúttal rendhagyó módon pénteki napon, október 1-én kerül sor. A 17 órakor kezdődő mérkőzésen az aranyos maróti Vion gárdája lesz a sárga-kékek ellenfele a MOL Arénában. 8 forduló után 5 hely és 7 pont választja el a két csapatot. A DAC a táblázat 6., az aranyos marót pedig a táblázat 11. helyét foglalja el. A legutóbbi bajnokságban a dunaszerdahelyiek 3-szor győzték le aktuális ellenfelüket és 1-szer szenvedtek vereséget. Október 2-án szombaton az idén 20 éves Szent György kórus jubileumi koncerttel ünnepel a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színház termében. Az Érsek Rezső és Kollár Katalin által vezetett dunaszerdahelyi zenei formáció nem egyedül teszi ezt, hiszen az est során fellép a Marosvásárhelyi Vártemplom Muzika Humana női kamarakórusa és a Somorjai Harmónia Klasszika kamarazenekar is. A rendezvény 18 órakor kezdődik.